Na, egy kis szél, meg minden van. Szokott ez így lenni, hogy van egy kis szél, de hát most nem lehet mit csinálni, mert ilyen időben mi a francot tud csinálni az ember, mint hogy ezzel az egészen úgy vagyok, hogy jó, mit csinálok vele. Egyszer fúj a szél elég nagyon, meg ez a fehér virágszál, ez a gyapot, vagy minek nevezik ezt a fehér virágot, tele van itt az erdővel. Most éppenséggel neki áll sütni a nap, be volt borulva, mindig van valami probléma. Hát itt meg nagy szemét van, mert itt nem tudom mi volt, valami nagy gumi biztos. Mindig van valami ebben a világban, amúgy ennyi minden történik és zajlik az élete. Nem tudsz mit csinálni, csak mész, azt kész, csinálod a dolgodat. Azt mindenit, hogy elgondolkodik az ember a dolgokon, hihetetlen. Pesten, amikor voltam, azért jó volt. Bár jó volna úgy feljutni oda is, hogy nem azért megyek föl, hogy a kórházhoz vagy valami más miatt, hanem csak úgy felmenni, elmenni a tropikáriumba, a mamutba, vagy csak úgy sétálgatni, elmenni gyönyörű helyekre, parkokba, fotót készíteni, videókat készíteni, lehet ilyen dolgokat csinálni. Piercing-ördögök, vagy nem tudom, hogy nevezzem őket. Nem értek ezzel a piercinggel egyet, mert szerintem nincs értelme ennek a piercingnek. Nyelvpiercing, orrpiercing, fültágító. Igazából nem a füledbe rakod bele, nem a füledet tágítod ki, hanem a fülcimpádat. És Pesten is láttam pár embernél ilyen orrpiercinget, nyelvpiercing, arcánpiercing. Van, aki annyira túlzásba viszi, hogy tele van vele az arca, nem értem, hogy miért. Oké, értem, hogy divat lett, de hát én nekem nem kell, tetoválással nincs problémám, mert szép tetoválások vannak, de magamon például nem tudnék elviselni tetoválást, mert igazából úgyse fogja senki látni, azt csak én látom, annak meg semmi értem, hogy azt nézegessen minden reggel, hogy mi van. Meg ugye, hogy megöregszel, megráncosodsz, elnyúlik az irkafirka, az a szép rajz, vagy akármilyen motívum, ami rajtad van, elváltozik, teljesen elkopik. Valamit megbánsz, el akarod tüntetni, az eltüntetése fájdalmas, az elkészítése is fájdalmas, és azért sok időbe telik. Jól át kell gondolnod, hogy milyen tetoválást szeretnél, miért is akarsz tetoválást, milyen tetoválást szeretnél, milyen jelentősége van a tetoválásnak, és hogy fogadják el mások azt a tetoválást, ami rajtad van. Látható helyen szeretnéd a tetoválást, hogy legyen, nem látható helyen, és hogy miért akarsz annyi tetoválást, miért nem akarsz annyi tetoválást. Ez mindig vannak ilyenek, és valaki tényleg, akik nagyon túlzásba viszik, régebben ugye a börtön viselt emberek használtak tetoválást, azzal nem volt semmi probléma, volt 5 darab pöttyöcske a kezén, ami azt jelentette, hogy a 4 fal között ült és börtön viselt ember volt. Nem tudom, hogy mikor kezdték el ezt az egészet, de a börtön viselt emberek kezdték el. Ugye náluk volt ez megszokott, de csak tényleg 5 pöcs volt itt a kezén. Régebben mi is szórakoztunk ilyenekkel, és így viccelődtünk, rajzolgattunk a kezünkre. Ugye valahogy nem mozgat a tetoválás, én magamnak nem tetováltatnék a testemre, a kezemre, bárhová. Másnak van tetoválása, jól néz ki, szép, biztos, hogy van jelentősége, biztos, hogy van jelentése, biztos, hogy megérte, lehet, hogy nem bánta meg, ha megbánta, akkor ugye azért jól átgondolta, hogy most mit, hogyan, mit ért és egyebek. Hát mindig vannak dolgok. A piercing az nem, tehát nem értem ezt a piercing dolgot. A fültágítót, amit fülcimpa, nem tudom minek tényleg ekkor nagy valamit ide a fül, erre a kis lebenyre rátenni, és ilyen nagy durungot ide a füled, és úgy mész, valaki belekap véletlenül, vagy verekszel, vagy valami, és kiszakítja, leszakad az egész füled, fülkárosodás, az egyik füledet nem tudják visszavarni, vagy valami, tehát rengeteg dolog van, vagy a nyelvedben ez a piercing, tehát bármi lehet, nem is értem ezt. Na mindegy, én ezzel nem tudok mit kezdeni, baromságnak tartom a piercinget. A tetoválás tényleg szép, de baromságnak tartom azt is, bár biztos, hogy nagyon sokan szeretik a tetoválást. Jó, persze, én is szeretem, bár biztos, hogy jó dolog, hogyha van egy tetkód, meg jó, persze vagánykodni vele, érted, nem tudok a haveroknak, meg egy-két embernek, de most már ez divattá vált, meg a piercing is divattá vált. Na mindegy, de én nem tudom, na mindegy, tehát ilyen dolgok vannak, és ezzel nem lehet mit kezdeni. Van, akinek jól áll a piercing,
hogyha egy, kettő van, mondjuk van, mondjuk van az orrodnál egy, van egy mondjuk, itt tudom én, a szádnál, semmi probléma. A lányoknak például nagyon jól áll a tetkó. Ha nem viszi túlzásba, ha nagyon túlzásba viszi például az egész arca, feje, feje teteje, az egész füle, mindenek ki van tetoválva, az már mondjuk azt, hogy busztustalannak mondható, és szerintem nem, nem alkalmas arra, hogy egy étteremben megjelenjen valaki. Most már szerintem rendeznek olyan versenyeket is, hogy kinek mennyi tetoválása van, ki milyen extrém tetoválást visel magán. Sok minden van a világban, ennyi minden van. Inkább fogadjatok örökbe egy kutyust, vagy egy macskát, és akkor neveljétek azt, hogy nem tudtok, tehát bármit. Mindegy, tehát ennyit tudok én ezt mondani. Hogy azt az érdekes, hogy fúj a szél, az biztos, hogy halljátok. Még jó, hogy halljátok. Tehát van füle mindenkinek, szerintem. Ha meg nem hallja, akkor hallókészüléket kell használni. Már bocsánat, nem akarok az esélyt megsérteni. Nekem is van amúgy hallókészülékem, de nem használok. Voltam tavaly, vagy mikor orvosnál, aztán hallókészüléket kéne használni. Adtak egy hallókészüléket, elraktam a cseklidben, szóval. Ja, annyira nem érdekül. Valahogy nem tudok ezzel együtt lenni. Még amíg hallok, hallok, aztán ha tényleg nem hallanék úgy annyira, akkor lehet, hogy használt kellni. Na mindegy, ezt most nem tudom miért mondtam, lehet, de van ilyen helyzet. Épp azt nézem, hogy nagyon fúj a szél, nem állom azt, hogy leszakadnak a fára. Már itt körülöttem elég sok fa van, nehogy már nekem itt rám dőljön, de remélhetőleg nem lesz probléma, és nem történik semmi. Nagyon nagy szél van, de miért van szél? Miért alakul ki a szél, hogy honnan érkezik a szél, és miért fúj ilyen erősen? Hát körülbelül ez most olyan 100 km per órás sebesség. De hogy annyi, hát akkor már kidőltek volna a fák. Eléggé rotyognak már, itt azért komolyan fúj a szél. Ja. Mi az, amit még így nem? Tehát így elgondolkodtam, hogy mi az, ami még így zavaró, vagy mi az, amivel nem tudok egyetérteni. A tetkók, piercingek, mit vannak még, nem tudom. Tehát most már mi az, ami divattá vált? Mindenki divatból akar, nem tudom, műkörmöt. Vagy minél nagyobb műkörmöt szeretne. Minél színesebbet, minél egyénibbet, minél különlegesebbet. A műkörömnek például szerintem nincs értelme. Persze szép, meg vicces, meg jó van, persze érted. Egy óriási bazina, hogy ilyen hosszú műkörmökkel, meg ilyen kacifántos, meg minden. Legyen egy nagyon picit egy kis műkörmöd, amivel könnyedén tudsz dolgozni a konyhában. Ha meg letörik a műköröm, akkor jaj, műköröm, és egyebek, és sokan sírnak a műköröm miatt. De hát, ja, mondjuk a műkörmöt nem tudom hová tenni, de nagyon sokan szeretik a műkörmöt, ugye a hölgyek körében a műköröm az olyan odon. De valaki annyira túlzásban viszi a műkörmöt, hogy bazina nagy műkörön kell. Minek az a bazina nagy műkörön? És rengeteg ilyet látom Facebookon, YouTube-on, Instagramon, Ivi-ven. MyVip-et ugye már nem használjuk, már megszűnt, de régen használták. Régen én is használtam a MyVip-et. Ha tudod, hogy miről van szó, akkor, akkor biztos, hogy tudod. De ezt most jó megasszoltam, de ezzel törő, kisütött a nap, és ennyi. Azt mondom, hogy kértek. De amúgy nem is értem, hogy, hogy miért vannak ezek a dolgok. Borzalmas, hogy mindig van valami. Ne fújna ennyire ez az átkozott fél, akkor sokkal jobb volna, hogy el lenne az emberi kit. Lehet üldögélni. Találtam itt egy nagyon jó helyet magamnak, ahol tudok majd videózgatni. Csak az a baj, hogy nem mindig lehet, mert egyfolytában a szél megzavarja a videózásomat! Úgy a fáját, hogy mindig fúj. Legyél kedves szél, ne most fújjál, amikor itt vagyok. Bezzeg, amikor nem jövök ide, és nem videózom, akkor nem fúj a szél. De most per pillanat fúj a szél. Most mondanék erre valamit, hogy miért is van ekkora szél, de nem mondunk ilyet, nem mondunk semmit. Nagyon érdekes dolgok vannak. Van őszhajszálam. Egyik nap, mielőtt Pestre mentem volna, elmentem egy haverhoz, levágta hajamat, és ő mondta, hogy hát figyelj, van őszhajszálat, mi van papikán, öregszel? És elgondolkodtam, hogy hűha, már itt tartunk, hogy őszhajszálam van. Mikor nagyobb a szakállam, akkor én is észrevettem egy-két ősz szőrzetet itt a szakállam környékén, azért is borotválkozom, hogy azért ne zavarjon a nagy szakáll. Például a szakáll.
Tök jó dolog, hogy van, mert akinek nincs, az, az is jó, mert sokkal szebb úgy az arca valakinek, hogy nincs nagy szőrzete, valakinek akkora van, hogy óriási nagyra megnöveszti, és versenyt rendeznek ezáltal, az egy tök jó dolog. Jó, persze, természetes dolog, hogy van szakállad, nem mindenkinek van, kínaiaknak például nem nagyon van szőrzete az arcukon vagy a mellkasukon, de akinek van, az például leborotválja, vagy meghagyja, David Hasselhoff például, ő is mellszőrrel, meg egyebek, tehát na mindegy, David Hasselhoff ugye a Baywatch, ismerhettitek a filmet, vagy a sorozatot, vagy nem tudom, film sorozat, valami ilyesmi volt, ugye a Baywatch az volt, hogy a tengerparton voltak, és ha valaki bajba került, akkor futottak, volt náluk egy ilyen piros mentődeszka, vagy egy ilyen deszka, valószerűség, vagy én nem tudom mi volt, ilyen műanyagszerűség, és azzal mentettek embereket. Na, a szakáll, ami szerintem tök jó dolog. De túlzásban nem szabad, ez a nagyon nagy szakáll, és az szép, és ugye eszel, és zavaró, főleg ezek a nagy bajusz, és akkor pöndörített. Jó, persze, versenyre jó, meg egyébként, nem? Ja, itt szokott ez lenni, nagybá. Rása úgy bizony, de nem szokott ez így lenni, csak máshogy szívem fáj. Na, mi szokott ilyenkor lenni? Mindenki azzal szokott menni. És megint besötétünk. Mindig besötétül ez a világ, mindig így szokott lenni. Az éjjel-nappal Budapestet azt mindig nézem, úgyhogy én nagy éjjel-nappal Budapest rajongó vagyok, és nem tudom miért, azelőtt ugye a Jóban Rosszban szerettem nézni, ameddig általán ugye rakták Super TV 2-re, aztán most már úgy vagyok vele, hogy a Jóban Rosszban már nem érdekel, nem láttam már egy 2-3 éve szerintem, lehet, hogy már eltelt annyi év, és az éjjel-nappal Budapestet nézem folyamatosan 9 óra 30-kor, kezdődik az RTL 2-n, azt is átrakták az RTL-re, az RTL 2-re, ezért beköttettem ezt a csomagot, amiben benne van az RTL 2, ugye fizetem a netet, tévé, több adás, de nem nagyon nézzük, én engem annyira nem érdekel a televízió. Az íradót meg nem nézem, mert mindig csak a probléma. A politika meg nem érdekel, mert bohócok vannak a parlamentben, azok is maradnak, ha meg a Fideszre szavaznak. Mindegy, hogy kire szavaznak, így is ugyanaz lesz, ami az elkövetkezendő 4 évben volt, és a következő 4 évben is ugyanaz lesz. Jön majd itt a migrációzás, jön majd itt az egymás szavazása, eltelik egy pár hónap, aztán megint csend lesz, és akkor bedobják megint a soros tervet, migráció, és akkor megy a kilapoltatás, mennek a problémák, tehát minden valaminek lennie kell. Ja, a politika az kész. Tehát inkább menjünk egy cirkuszba, ott legalább látunk állatokat és egyéb érdekes élőlényeket, de a parlamentben senki nem akarjon bejutni, mert semmi értelme. Nem segítenek, hanem inkább többet akarnak, minél jobban dagad a mellkasuk, annél többet akarnak, és olyan dolgokat tesznek meg, amit igazából nekik nem is kellene, mert mentelmi joga van, ő megtehet mindent. Jó van, akkor húzd le magad a vécén. Nem szeretek én ezzel az egésszel foglalkozni, én nem szavazgatok engem, aztán nem érdekel. Mindig azt mondják, hogy mert ha nem szavazol, akkor a Fideszre megy a szavazat. Hát az már csalásnak számítana. Szerintem, mert azért ne hamisítsuk már meg a szavazásokat, hogyha én nem szavazok, vagy több százezer, több millió ember nem szavaz, akkor az a szavazat pont a Fideszre megy. Hagyjad már a baromságodat, majd mindenki azért akarja megszavazni az Orbán Viktort, hogy az legyen. De amúgy azt bírom, hogy megszavazzák az Orbán Viktort 4 évre, eltelik az a 4 év, és 4 év után jönnek rá, hogy mi történt a világban, és akkor megy a szavazás, megy az ordibálás, megy a kiabálás, molinókat készítenek, helytelenül írják fel, egymás való köpködés, akkor ne szavazz a másik pártra, ők ajánlanak olyan dolgokat, amiket ők tudnak teljesíteni, és egy-egy dolgokat. Tehát mindig van valami, ami miatt másokat kell választani, aztán a 4 évig meg mindig valami történik, semmi igazából, nem valósulnak meg azok a dolgok, amiknek meg kéne valósulni, aztán igazából csak megy felettünk a probléma. Munkalehetőség Magyarországon nagyjából van, csak ugye szakemberek nincsenek. Orvosok egyáltalán nincsenek, asszisztensek nincsenek, mindenki orvos akar lenni, mindenki rendőr akar lenni, mindenki tűzoltó akar lenni, mindenki ügyvéd akar lenni, mindenki banki befektető akar lenni, mindenki fodrász, sminkes, műkörmös,
akármilyen ügyvéd, vagy bármilyen, mit tudom én, hivatásos katona, vagy bármi. Aztán amikor oda jut a dolog, akkor meg az utcát seprik, és sajnos ilyen helyzetek vannak, elvándorolnak külföldre, fiatalok próbálnak szerencsét külföldön, Amerikában, Svájcban, Ausztriában, Ausztráliában, Los Angelesben, New Yorkban, mit tudom én, bárhova elmennek. Afrikában folytonos éhezés van, gyermekek születnek, aztán halnak meg, olyan kilakoltatások történnek, amivel nem értek egyet, igazából a kilakoltatásnak sokkal békésebb módszere van, nem kellene tömegeket megmozdítani azért, hogyha valakit kilakoltatnak. Ugye Bíró utcát is kilakoltatták, és tömegek voltak ott, rendőrök, egyebek. Tehát nem erre kéne használni a rendőrséget és az egyéb ilyen szerveket és szervezeteket, hanem teljesen más a rendőröknek az a dolga, hogy az utcán lévő problémákat megoldják és kiszűrjék a bűnözést, és eltöröljék a rossz dolgokat. Ja. A kilakoltatás meg szerintem gusztustalan dolog, bár azt gondolom, hogy oka biztos, hogy van valaminek, de az, hogy úgy lépnek fel, hogy erőszakkal, az meg borzalmas. Tehát gusztustalannak tartom azt, hogy erőszakot alkalmazzanak. Ja. Az, hogy valaki a saját neméhez vonzódik, az ő dolga. Ha valaki lány létére úgy dönt, hogy fiú akar lenni, az is az ő dolga. Ha fiú létére lány akar lenni, az is az ő dolga. De én azt gondolom, hogy ez egy borzalmas világ, de hát megváltoztatni nem tudjuk. Nem tudunk mit kezdeni vele. A szülőknek kell ezt elfogadni, a szülőknek kell ezt együtt élni. Szeretniük kell a gyereküket. Nagyon sokan lemondanak a gyerekeikről. És nagyon sokan ítélkeznek mások felett. Nagyon sok kiskorú és fiatal gyerek kerül intézetbe elég korán, mert a szülők felelőtlenek és úgy döntenek, hogy intézetbe adják őket, vagy úgy kerülnek intézetbe, hogy a családi körülmény nem úgy alakult. Tehát minden történik a világban. Állatkínzás van folyamatosan, állatokat nyúznak meg, bántanak. Egymást bántják, gyermekbántalmazások, erőszak hátán, rablások, szervezett bűnözések és egyebek. Ezekre meg lehet találni a megoldást, de tehát mindent nem lehet megoldani, sőt semmit talán. Egy megoldás van, hogy úgy éljük az életünket, hogy jó legyen az, és megpróbálunk segíteni a betegeken, segítünk rászorulókon. Nem ítéljük el a másikat, elfogadjuk, hogy a másiknak másmilyen a bőrszíne. Nem kezdünk el feleslegesen kijelentéseket tenni, és feleletlen kijelentést tenni, feleletlen döntést hozni. Mindent jól át kell gondolni, és hogyha valamilyen papírt alá kell írnod, azt nézzel, olvasd át, még akkor is át kell olvasd, hogyha nem akarják, hogy elolvasd, de mindenképp el kell, hogy olvasd, ne engedd, hogy törve csaljanak és átverjenek. Tehát mindig vannak ilyen dolgok. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy jól nézzetek bele a világba. Ha híradót néztek, akkor jól nézzétek még a híradót, és az utcán az Isten a tanár, és ott azért az utcán történnek dolgok, amiket vagy elkerülsz, vagy belemész, vagy elfutsz, ami nem szégyen. Hasznos a futás, de nem szégyen, szerintem. Hasznos a futás, de nem szégyen? Vagy hogy van? Valahogy így van a mondás, hogy szégyen a futás, de hasznos, bocsánat, így akartam mondani, nem úgy, hogy hasznos a futás is szégyen, meg nem szégyen. Szégyen a futás, de hasznos. Tehát, hogyha szégyen, nem szégyen, ne menj bele felesleges verekedésekbe. Szavakkal lehet egymásra fújni, de tettenlegességig ne fajuljanak dolgok. De mindig problémát adom nekik, hogy jön. Gyerekek, hihetetlen, hogy mit vannak ebben a világban, és addig ott, hogy itt egy ilyen, mindenhol csak a probléma és a rossz. Mindenhol ott van, ott bújik a gonosz. Atya úristen, ott egy piszok. Ja. Én most egy kocs vizet tiszok. Na mindegy, ennyi, nem? Tehát, hogy így szokott lenni történés és egyebek. Nem, tehát mindig van valami. Igazából az életet kellene élvezni, és annak kéne örülni, hogy Isten megteremtett minket, és az ősemberektől, a majmoktól származunk, de hát a rengeteg majom mondjuk, hogy intelligensebb, mint a legtöbb ember, és a kutyák sokkal hűségesebbek és kitartóbbak, mint az elmondható egy pár emberről, és
Egy kutyában jobban meg tudsz bízni, mint egy embertársadban, mert ő legalább ott van melletted. Még akkor is ott lesz melletted, ha te nem leszel már. És a kutya ugyanúgy fog téged hazavárni, ahogy azt az elmúlt évek során tette, és ő mindig is téged szeretett. És még a halálon túl is téged fog szeretni, hiszen a kutya az ember legjobb barátja, és a kutyát szeretni kell, a macskát szeretni kell, minden állatot szeretni kell. Mindig vannak ilyen problémák, tehát az alkoholizmus pedig nem megoldás arra, hogy elrejtsük az érzéseinket és a problémákat eltöröljük. Persze egy-két napig ezt lehet vinni, hogy iszol, oké, értem, hogy iszik valaki, de ne vigye túlzásba az alkohol fogyasztását, és ki lehet belőle lábalni, hogyha olyan segítséget kér, és igazából az alkohol eltörlésének is van egy hosszú procedúrája, és több lépésben meg lehet ezt csinálni, ahogy a drog elvonót is végig lehet vinni, mint ahogy Eminem is csinálta, és 11 éve már tiszta, és ugye 12 lépéses drog elvonóra jár, és rengeteg ilyen hosszú procedúrával el lehet törölni a drogozást, az alkoholizmust is el lehet törölni, a dohányzó emberek függőségét is el lehet törölni, ha dohányzol, és úgy döntesz, hogy leszeretnéd tenni, akkor segítséget kérj. Ha segítséget kell kérned, mert nem tudsz leszokni az alkoholról, a dohányzásról, akár a drogról, bátran kérjetek segítséget, és bátran álljatok oda, és mondjátok azt, hogy igenis szeretném, hogy segítsenek. Ha pszichiátriára kell járnotok, járjatok el. Ha logopédushoz kell járni, akkor logopédushoz kell járni. Ha a családban vannak konfliktusok, problémák, és házassági problémák vannak, külső segítséget kér, szakembertől kér tanácsot, segítséget, bátran. Ne szégyeljed, ne félj attól, hogy mi lesz. Ha sikerül, sikerül, ha nem sikerül, nem sikerül. A lényeg, hogy megpróbáltad, 100%-os energiát fektettél bele, és megtettél mindent azért, hogy ilyen létre jöjjenek a dolgok. És így, de, hogy nem szégyen az, hogy te külső segítséget kérsz, és emberektől kér segítséget. Én azt gondolom, hogy az alkohol függőség egy nagyon gusztustalan dolog, alattomos és nagyon lassan, de sokáig szenvedteti az embert, ahogy a drog. Sajnos az emberek 100%-a fiatalok körében elkezdi a drogozást, és az alkoholt és a dohányzás függősége is problémákat okoz. A játékgépek függősége, a játék függőség és az egyéb ilyen függőség okoz problémákat, családon belüli problémák. Miből adódnak? Pénz, alkohol, dohányzás, drog, kilátástalan helyzet, az életvitele nem olyan, nem úgy áll a dolgokhoz, hanem úgy érzi, hogy a drog fontosabb, az alkohol fontosabb, pénz szűkében van, rossz társaságba keveredik, fiatalok körében egymás között elterjedt, tehát drogok, egyéb alkohol, meg mit tudom én milyen problémák, ezekre vannak szakemberek, és vannak emberek, akik ezen tudnak segíteni. Kérjetek segítséget, és higgyétek el, hogy erre vannak megoldások. Én azt gondolom, és azt szeretném mondani, hogy érdemes leülni, és átgondolni a dolgokat, és jól átgondolni, hogy megérje neked alkoholt fogyasztanod, és alkoholba öntened bánatodat. Jó, oké, értem, jó, persze, egy-két pohár alkohol. Azzal nincs probléma, de a túlzott alkoholfogyasztás az már problémát okoz, mert egész életedben kihathat és a családodat is tönkreteszi. Én azt gondolom, hogy a megoldás az lenne, ha bátran és nyíltan elmesélnéd, hogy mi zajlik benned, ha tényleg az őszinte érzésedet adnád ki magadból, és kiadnád azt, amit gondolsz, érzel, és ami benned tombol. Ha elmondanád, hogy miért zavar téged az életben egy adott probléma, hogy szeretnéd leküzdeni, hogy milyen megoldást szeretnél rá. A megoldás az lenne, hogy mindenképp nyíltan és bátran, őszintén, határozottan kimondod a véleményedet mindenről, ha a párkapcsolatodban, ha a családodban, a szerelmi, ha külsőleg valami történik, ha állatkínzást látsz, és ha szeretnél megoldást találni, akkor elmondod a véleményedet, teszel érte, megpróbálod, és úgy teszel, akkor minden jó lesz. De segítség nélkül nagyon nehéz kimászni ezekből a dolgokból.
Ha valaki szeretné, akkor én nagyon szívesen elbeszélgetek bárkivel, akár személyesen is ezekről a dolgokról, és nagyon szívesen elmondom az én saját véleményemet arról, hogy miért nem érdemes alkoholba önteni a bánatot, miért nem érdemes drogoznod, hiszen a tévében rengeteget beszélnek a drogról, hogy miért ne drogoz, miért nem szabad, és hogy mi a megoldás arra, hogy a drog elkerülje a fiatalságot. A szülőknek nagyon erősen pórázon kell tartani a fiatalságot, és bátran beszélni arról, hogy a drog miért rossz, miért ne találkozz a droggal, miért érdemes elterülni, és hogy miért jó, hogyha nem keveredik bele a gyermek a drogba, az alkoholba, a túlzott dohányzásba, a játékszenvedélybe és az egyéb olyan dologba, amivel kárt okoznak magának, a családjának, másoknak, és problémák keletkezhetnek belőle. Én azt gondolom, hogy mindenre van megoldás, mindenre van szakember, mindenhol lehet kérdezni, bátran, ha van egy kis gondolkodásod, akkor bátran felteszel kérdést, és biztos, hogy kapsz rá választ, és biztos, hogy kapsz segítséget, és kapsz, hogy is mondjam, irányítást arra az útra, amire igazából helyesen kéne járnod, és amelyik úton járnod kéne. Mindenkinek azt szeretném üzenni, hogy vigyázzon magára, és tényleg jól gondoljátok át, hogy az életben hogyan alakítjátok az életeteket, és szeressétek egymást, mindenkit fogadjunk el olyannak, amilyennek kell. A rasszizmus pedig tűnjön el, a rasszizmus ne legyen, a migráció ne legyen, a politikát hagyjuk, hagyjuk a nagyokra, akik annyira értenek hozzá, hogy öltönybe bújva próbálnak okosat mondani. A legkapzsibb ember, a politikus, hiszen magának harácsolja a dolgokat, és egymásra mutogatva, fújva akarnak még többet. Vigyázzon mindenki magára, és béke, szeretet, ami a legfontosabb az életben. Élvezd az életet, amíg lehet. Megszülettünk, köszönjük meg a szüleinknek, hogy élhetünk, hogy felnevelnek minket, hogy ott vannak velünk, akár a bajban, ott vannak velünk az örömben, a bánatban, akkor is kitartanak mellettetek a szülők, ha drogoztok, ha isztok, ha játékfüggőségben szenvedtek, bátran kérjetek segítséget, a szülőkkel pedig beszéljétek meg ezeket, és ne szégyeljétek azt, ami bennetek van, ne féljetek attól, hogy mi lesz, vállalni kell a következményeket, és vállalni kell a felelősséget mindenért. A kimondott szavaknak súlya van, és felelősséget kell vállalni mindenért. A beteg gyerekeken pedig segíteni kell az orvosi tudományban. Ha van valami ötleted, hogy milyen orvoslási módot lehetne összehozni, ha van ötleted, hogy hogyan lehetne meggyógyítani egy beteg kisfiút, hogy lehetne segíteni, vagy milyen eszközt lehetne adni kórházaknak, mivel tudnál te többet adni, másoknak mivel tudsz mosolyt csalni emberek arcára, akkor megteszed a lépéseket is. Együttes, összetartó erővel ezt végez lehet vinni, a Jóisten pedig velünk van. Isten eldönti, hogy ki marad itt, és ki távozik. Valaki itt marad, valaki pedig hirtelen megy el. Az afrikai éhezőket pedig meg kell menteni. Reméljük, hogy egyszer eljön az élet, ahol csak a boldogság lesz, és szivárvány mindenhol. Nem lesz fájdalom, nem folyik a vér, nem lesz háború, nem lesz gyötrelem, nem lesznek problémák. Nem gyűlnek folyton a sárga csekkek, a bankok nem telefonálnak, hogy fizes, fizes, fizes. Nem kell pénzt kérned, nem kell könyörögnöd, nem kell letérdelned, és nem kell olyan dolgot tenned, amivel rossz dolgot követsz el, hanem csak a helyes utat járod. Mindenre megoldást lehet találni. Már aki talál is, ki tud belőle mászni. Könnyen mondom ezt, ez csak az én véleményem. Ha egyetértesz velem, akkor ez a videó biztos, hogy fog neked tetszeni, és fog titeket érdekelni, és fog titeket foglalkoztatni a téma. Nagyon szívesen bárkivel beszélgetek ilyen témával kapcsolatban, vagy bármilyen témával kapcsolatban. Szeretem ezeket a témákat, és szeretem, hogyha
ha nagyon jó témák vannak, úgyhogy vigyázzatok magatokra!